Fehér tó két útépítési területét adta át a közösségnek hivatalosan, bár korábban épültek az utak, de a pandémia miatt nem nagyon tudtunk foglalkozni át a ünnepségekkel. És itt az Erdei téren és a Széchenyi utcába a belterületi útpályázatból, a Magyar Falu programból építették meg ezt az utcát. És egy másik utat, amit szintén bemutattunk önöknek, kint a parcellokban, erdőszélen egy nagyon fontos kültelt út megújítása történt. Az a rész egy nagyon életképes terület volt még a múltban, de miután út nem volt oda ki, csak borzalmas körülmények között lehetett kijutni, ezért elhagyták az ott élők nagy része, de most egy új lehetőséget kínált azzal az önkormányzat és a kormányzat, hogy ezt az utat ott a parcellokba is felújította, és ennek köszönhetően talán új élet fog költözni abba a kültöletbe, Kunfehértó határában. Mind a Magyar Falu program, mind a Vidéki Fejlesztési program azt a célt szolgálja, hogy az itt élőknek több jusson, több lehetőség jusson, mint hogyha be kellene költözniük helyette a városba, jobban élhessenek itt a falu helyen, a vidéken, a magyar vidéken, és ebben mi minden segítséget megadunk, amennyi forrás csak lehet, erről összpontosítunk, hogy nekünk vidékeknek is legyen olyan jó minőség az életünk, mint a városokban, nagyobb városokban élőknek. Gratulálok Kunfehértónak!